én Magyarorsi Csaba vagyok, és az Egy nap a városban blog mai adásában megmutatom nektek, hogy mit érdemes megnézni egy nap alatt Londonban. De ha nem sietek nagyon, ez a program egy hétre is elég. Társaim lesznek Ádám, akivel 5 éve együtt írom a blogot, és aki jellemzően a kamera másik oldalán foglal majd helyet, valamint Zoltán, a Vodafone Red szülinapi nyertese, aki ezt a londoni utat kérte a Red asszisztensektől szülinapi ajándékba. Valamint párja Apollónia. Na gyertek! Szóval London. Sokan nem akarnak idejönni, de muszáj a munka miatt. Aztán amikor már itt vagy, rájössz, hogy ez a világ egyik legszórakoztató városa, és nem elsősorban a világhírű emlékművek és épületek miatt, inkább a sikátorok, macskakövek, figurák hozzák lázba az embert. Persze a rómaiakig visszanyúló több ezer éves történelem is ütős, ahogy az is, hogy itt aztán minden utcasarkon van egy szobra egy admirálisnak, vagy egy kapitánynak, vagy egy kalóznak, aki az egész világot meghódította a korona számára. Mert hogy a modern történelem egy jelentős részében ez a város volt a világ központja. Jó 100 éven keresztül az első világháború végéig a világ legnagyobb városa is egyben, sőt, 10 millió lakójával még ma is a legnagyobb az egész EU-ban. 10 millió, mondom, 10 millió! Magyarország összes lakójának jutna itt hely, hogyha a helyiek felpattanának és tovább bánának, de nem mennek ők sehova, mert nagyon jól érzik magukat ebben a multikulti közegben. A város lakosságának 72%-a fehér, 12%-a indiai és 10%-a fekete. Ahol a világon a legmagasabbak az ingatlan árak, itt bent a Cityben körülbelül 9 millió forintba kerül egyetlen négyzetméter, tehát egy ekkora területet kapunk egy otthoni panellakás áráért, és egy 30 négyzetméteres kislakást már 270 millió forintért elvihetünk. Na de! A város filérekből megközelíthető, olcsók ide a repülőjegyek, a szállások viszont az ingatlanáraknak megfelelően drágák. Szóval a videónkban elmondjuk, hogyan lehet egy nap alatt bejárni az egészet, de ha több pénz áll a rendelkezésetekre, egy hetet is simán eltölthettek itt, annyira jó helyen van dolgunk. Viszont mielőtt bármi belevágunk, kezdjük a napot egy jó kis reggelivel. Eljöttünk egy olyan étterembe, egy olyan reggeliző helyre, ahol lehet más is enni, mint az angol reggeli, hogy a hurka, meg bab, meg ilyen szörnyű dolgok. És itt általában sor szokott állni, vagy legalábbis az a híre, hogy ide sokat kell várni. És most is várnunk kell, de 10 perc és be is jutunk és eszünk valamit. És nem is akármit, hanem angol reggelit. Nyilván ellen kéne állni a csábításnak, de nem mindig sikerül. Persze a világ összes ételét felhalmozták Londonban, szóval akármit is kívánsz meg reggel, lesz rá megoldás, csak arra készülj, hogy nem lesz olcsó. Egy-egy adag a jobb helyeken 4-5 ezer forintba kerül. Reggeli után csekkoljuk a Hyde Parkot, az északkeleti saroknál található a Speaker's Corner, ahol valaki talán épp a kormány szidja. A Hyde és a mellette található Kensington területe egyébként együtt nagyobb, mint a monakói hercegségé. A nyüzsgő Cityvel az Oxford Street-en kezdjük az ismerkedést. Szépen rendbe rakott üzletek és éttermek mellett haladunk el, és a bennünk elvesző Kerry Bradshaw-tól függően 20 perc vagy 17 óra alatt jutunk el innen a Regent Street-en keresztül a Piccadilly Circusig, az egyik legismertebb kereszteződésig, ami tele van villogó ízékkel. A Piccadilly-től alig 5 perc sétára van a Trafalgar Square, ahol elcsodálkozunk Nelson admirális 52 méter magas emlékművén, amit annak örömére elvehetek az angolok, hogy legyőzték a spanyol flottát Trafalgar mellett. Trafalgar egyébként tökre nem itt van, hanem jó 1500 kilométernyire Dél-Spanyolország mellett. És ha van egy kis időnk, be is ugorhatunk a National Gallery-be, ahol Tizianok, Da Vinci-k, Holbeinek várnak tök ingyen, hogy senki se nézzen itthon bunkónak minket. A továbbiakban mehetünk metróval vagy emeletes busszal. Jó jellemzi a helyi árakat, hogy a havi bérletek 75 ezer forintba kerülnek, de a sima napi jegyek is 4 ezerbe. Egyszerű vonaljegyet buszra meg például nem vehetsz, de ha beruházol egy 5 fontos Oyster kártyára, arra már simán feltöltheted a leutazható egységeket. Egy-két napig talán ezzel a legolcsóbb az utazás. És a hazaindulás előtt leadod a kártyát, visszakapod az 5 fontot és a fel nem használt egyenleget. A következő állomás a Szent Pál Székesegyház, ami Európa 5. legnagyobb temploma, és amit többször kellett újraépíteni, mint egy legóvárost. Már az 5. században is volt itt egy templom, ami azonban a 11. században leégett. Aztán a 13. században épült egy új, amiben a 16. században villám csapott, így az leégett. Aztán újraépítették, de jött 1666-ban egy újabb tűzvész, amitől igen, leégett. Ekkor készült el 3 év után ez a klasszicista palotta, amiben Diana és Károly herceg is házasodott. Hagyományos kupola helyett ilyen kúp forma van a tetején, erre azért volt szükség, mert a kupola az jóval nehezebb, mint ez a kúp, és a környéken elég ingoványos a talaj, úgyhogy félő volt, hogy a templom megsüllyed alatta, és már így is volt éppen elég baja. Némi metrózás után a Tower mellett találjuk magunkat, ami egy várpalotta a börtönkombó. Itt őrzik a brit koronaékszereket is, néhány ezer karátnyi gyémánttal. És népszerű kivégző hely is volt a környék, itt vágták le egyebek között Boleyn Anna fejét is, akinek a szelleme állítólag a mai napig itt szokott mászkálni a tornyok körül, úgyhogy a hóna alatt van a saját feje. És
de mi ebből semmit nem láttunk. És nagyon híresek a Tower hollói. Évszázadok óta legalább 6, most éppen 8 holló lakja. Az 1600-as években II. Károly ki akarta költöztetni őket, de akkor jött a jóslat, hogy ha a madarak eltűnnek, elpusztul a Tower, sőt a monarchia, sőt a birodalom is, szóval végül felhagyott a tervvel. Egyébként ebben lehet valami, mert a II. Világháborús bombázások alatt a madarak elszöktek, és a II. Világháború után ugye össze is omlott a birodalom. Aztán visszaköltöztek a madarak, és azóta nagyon-nagyon óvják őket, például a madárinfluenza elején védett helyre vitték az összeset, és egyébként is nyesik a szárnyukat, nehogy elszökjenek. Az épület együttes leghíresebb része a fehér torony, amihez Hódító Vilmos Franciaországból hozatta a köveket. Nyilván ez magyarázza a 10.000 forintos belépőt, amit körülbelül fél órával ezelőtt fizettünk ki, mármint hogy fejenként 10.000 forintost, és még mindig nem bírtam napirendre térni fölötte. Semmi nem olyan drága, mint ide bejönni. Semmi. A Tower Bridge-nek viszont a nevén kívül semmi köze a toronyhoz, illetve annyiban mégis, hogy a tervezőnek figyelembe kellett venni a Tower külső jellegzetességeit, ezért néz ki ilyen izgalmasan, na meg azért, mert fel lehet nyitni a közepét. Eredetileg gőzgépen nyitogatták, de a 70-es évek óta elektromos hajtású hidraulikával. Egyébként a londoniak sokáig utálták a vaskos tornyokat, és sokan megpróbálták elérni, hogy valami karcsúbra cseréljék őket. Végül azonban nem nyúltak hozzájuk. És ettől a faltól keletre található az East End városrész, ami hosszú-hosszú évszázadokon keresztül London egyik legnyomorúságosabb része volt, de az utóbbi évtizedekben szépen elkezdett fejlődni, és most már egészen hangulatos környék, szuper loftlakásokkal, meg jópofa kis utcákkal. És ez az a városrész, ahol kialakult a Cockney slang is, amiben ilyen rímelő szavakkal helyettesítenek mindenféle kifejezéseket, tök fura az egész. Na Ádám, mit jelent szerinted az, hogy Adam and Eve? Believe. És mit jelent az, hogy Brahms and Liszt? Beast. Na és mit jelent az, hogy Raspberry Tart? Fart. Várjál, már van még, de ne menj el, figyelj! East London tökéletes ellentéte West London, ami mindig is menő, felkapott környék volt. Itt olyan nyugis helyeken sétálhatsz, mint a filmből is ismert Notting Hill, vagy a hétvégente tök jó piacként működő Portobello Road. De az tök máshol van! Pattanjunk metróra, vagy sétáljunk. Nem sokára a számos pénzügyi negyed egyikében, Southwarkban találjuk magunkat. Óriási pénzek mozognak itt, a helyi tőzsde nagyobb forgalmat bonyolít, mint a világ második és harmadik legnagyobb tőzsdéje, a tokiói és a New Yorki együtt. Ennek a töménytelen pénznek lehet az egyik szimbóluma, a Shard, aminél csak a nagyzási hóborban szenvedő Moszkvában vannak magasabb házak Európában. A teteje 310 méternél van, magasabban, mint az Eiffel toronyé, és 87 emeletes. És néhány éve nem volt még itt semmi, csak apró épületek, amiket aztán ledózeroltak és felhúzták ide ezeket a baromi nagy toronyházakat. London egyébként folyamatosan épül és változik, és miközben mászkálsz, azt veszed észre, hogy baromi jól megfél egymás mellett a régi és az új, a 300 éves régi épület és a 300 emeletes baromi új toronyház. Innen már csak egy köpés a Borough Market, ami kicsit olyan, mint Budapesten a belvárosi piac, vagy mint Lisszabonban a Mercado de Ribera. Egy gasztropiacról van szó, ahol mindenféle zseniális kaját tömhetünk magunkba, és ne legyünk szégyenlősek, nyugodtan válogassunk a nemzetközi ízekből. De jó az a kacsa, ilyen kis zsírdarabok is vannak rajta, fantasztikus a jók a zöldségek is. Nyugodtan kísérletezünk bármivel ezen a piacon, szóval Angliában nem kell ugye angol kaját enni, mert hogy az nem jó, és ez egy tök felszabadító érzés, hogy nem leszünk bunkók, hogyha mindenféle nemzetnek az ételeit kipróbáljuk, lehettem a nadrágom, szokás szerint. Szóval nyugodtan lehet kísérletezni, és ezen a piacon ugye minden van, a madagaszkáritól az ázsiain keresztül. Vannak persze angol kaják is, ez a mash and pie. Hogy van Ádám, hogy pie and mash? Pie and mash. Pie and mash. Igen, van az aszpikos angol, na az például egy ilyen igazi brit kaja, és azt tették a szegény negyedekben, és megkóstoltuk, és értjük már, hogy miért csak ott tették, mert rettenetes íze van, tehát azt nem bírtuk betolni, de megettük hősiesen. Viszont ez a wokbar például csodálatos. Meg nagyjából minden, amit itt kóstoltunk, csodálatos. Ez számítva az aszpikos angolnát, ugye? És a környéken délkörül mindenki mindenhol eszik. Az út szélén, a parkokban, a templomkertekben, a Temze mentén. Innen nagyon kellemes séta vár ránk a Globig, Shakespeare újraépített színházáig, a parton fürtökben fogyasztó britek mentén. Ilyenkor lehet igazán érezni, hogy ez a város mennyire él és nyüzsög. A Glob után jön a Tate Modern, ahol fantasztikus modern műalkotásokban gyönyörködhetünk, nyilván ingyen és remek hangulatban. A világszerte megszokott csönd helyett itt hangos diákcsoportok és óriási szabadság fogad minket, így sokkal könnyebb barátkozni a
művészettel, mint a kripta hangulatban. A következő helyszín a London Eye. Ez a 2000-ben felhúzott óriás kerék, aminek a legnagyobb magassága 120 méter, és aminek a tetejéről elég jól lehet látni a várost. A fél órás kör 8000 forintba kerül, és készüljetek arra, hogy általában baromi sokat kell várni, de ha előre megveszik a jegyet a neten, nem kell ilyesmivel számolni. Átjövünk a túloldalra, és már látjuk is a parlamentet, meg a harangtornyát a Big Ben, amit a változatosság kedvéért azért kellett felépíteni, mert az eredeti leégett. Sokan képtelenségnek tartották a projektet, azt gondolták, hogy túl nagyra tervezték a tornyot. A Big Ben egyébként nem is az épület, hanem a hatalmas 13 tonnás harang neve, amit az épület egyik építtetőjéről, Benjamin Harrow neveztek el. Alatta meg ott van a parlament, aminek az eredetiét a 11. században emelték, de mi történt vele? Leégett. Igen, a most látható verzió az 1800-as évek végén készült el, körülbelül akkor, mint a budapesti parlament, és be is mehetünk, meg is nézhetjük körülbelül 8000 forintért. És ha már parlament, meg politika, akkor emlékezzünk meg arról, hogy ennek a városnak van a világon a legviccesebben fura polgármestere. És a parlament mellett van a Westminster apátság, az angol királyok és királynők temetkezési, meg koronázási helyszíne, de oda bennyugszik Dickens, meg Lord Kelvin, meg Isaac Newton, meg egy csomó híresség is. Ha kinézegettük magunkat, pattanjunk egy tipikus londoni taxiba, és hajtsunk egyenesen a Buckingham palotához. Ha van egy kis szerencsénk, a királynő épp kires valamelyik ablakon, takarítás közben. Ez ugyanis a királyi család hivatalos székhelye, amit tényleg laknak és amit tényleg használnak, akkora élet van odabent, hogy évente körülbelül 50 000 vendég vesz részt a banketteken, díszvacsorákon, kerti partikon. A nap végén még megnézhetjük a Diana emlékművet a Hyde Parkban, aztán pihenjünk rá az éjszakára, amit számos helyen eltölthetünk, mert Londonnak nem egy központja van, hanem megszámlálhatatlanul sok. És mindegyikben hatalmasakat lehet enni. Elmehetsz például az Old Spitalfields Market környékére, ami szintén egy kajapiac, és ahol fantasztikus nemzetközi konyha van. Ott is üzemel például egy gourmet burger kitchen, ahol hihetetlenül zseniális hamburgert adnak 5000 forintért. De a kicsit északnak sétálsz a Brick Lane-en, és útközben megnézed az utcát, ahol minden egyes étterem világrekord el valamiben, mondom minden étterem, de nézd csak ki is van írva, még URL kód is van hozzá, hogy csekkolhass, szóval ha végig sétálsz az úton, megtalálod London titkos ősbégeleseit, ezekben főtt húsokat adnak egy nagy adag mustárral. Nem túl szofisztikált kaja, de híres és olcsó. És persze ott a szó, a hivatalos buri negyed, ami minden este tele van jókedvű és részeg emberekkel, szexshopokkal, klubokkal és kivételesen jó kajákkal. Itt üzemel például az egyik Anne's Burger étterem, amit sokan a legjobbnak tartanak Londonban, és ahol tényleg olyat eszel, mint kevés helyen a világon. Ki ne hagyd! Nagyon nehezen találtad meg azt az éttermet, ahol ebédeltünk. A kibicnek semmi se drága! Próbáltál volna meg te papírtérkép alapján tájékozódni? Ez a London gyorsabban változik, mint odahaza, az élelmiszerek áfája. De miért vesződtél régi papírtérképekkel? Hogy miért, Ádám? Talán a napállásából kellett volna megtalálnom a helyet? Most, hogy egyre ritkábban látjuk a napot, és akkor sincs sok örömünk belőle? De miért? A Vodafone Red EU csomaggal az Európai Unióban pluszköltségek nélkül használhatod a hazai adatcsomagodat, pont mint otthon. Csak előveszed a telefonodat, elindítod a térkép alkalmazást, és már látod is, hogy hol vagy és merre mész. Ez biztos? Ha Csaba, erre mérget vehetsz. Én Magyarorsi Csaba voltam, az Egy nap a városban blog mai adásában azt mutattuk be, hogy mit érdemes egy nap alatt megnézni Londonban. A korábbi videóinkat itt tudjátok megnézni, a csatornánkra itt tudtok feliratkozni, a helyszínek listáját csekkoljátok a blogon, és találkozunk egy hét múlva egy újabb remek európai várossal. Sziasztok!